abban még mindig ott vagyunk, hogy ebbe az épületbe én egy évig nem voltam polgármester, a Hajdú-Bihar megyei törvényszéken meg ilyet nem is lehet még gondolni se. De nem érdekli a törvényszék vezetőit, hogy kellene valami jogharmonizációt csinálni, hogy az egyik megyébe egyik iskolába jártak, és a Szabolcs megyei törvényszéken meg teljesen más tanítanak. És azt is kértük, fordultunk Horváth Gézához, hogy menjen már el a kúriához, és kérdezze már meg, hogy Hajdú-Bihar megyébe van igazuk a törvényszéken, vagy a Szabolcs megyei törvényszéken. Van igazuk, és nem hajlandók megcsinálni. És azt mondom, hogy most már ebből elég volt, hogy ők azt csinálnak, amit akarnak, és bátran ő nekik ez a bátorság. Most is a mai nap nem engem feltartóztatnak, engem mindent le kellett vennem, az öftől kezdve mindent, feltartóztatnak a biztonsági őrök az előző tárgyaláson is, emiatt a kollégánk, a sajtós nem tud bemenni, és azt mondja, késett, most már nem engedik, kitiltja a sajtót. Tehát még azt se engedik, hogy azokat a törvénysértő, meg én mindig azt mondom, hogy jogsértő, majd nyilván mindig visszük tovább a álláspontjaikat, meg nemzetpusztító álláspontjaikat, hogy már rögzítsük, már azon mesterkednek, hogy hogy zárják ki a kamerát. Két héttel ezelőtt volt az, hogy ott vagyunk a tárgyalóteremben, a bíró felolvassa kettő hamis tanúnak, hogy az egyik rendőrségen az egyik hamis tanú pont 180 fokba az ellenkezőjét állította, mint most. A másik tanú ugyanígy, tehát a rendőrségen és a bíróságon 180 fokba ellentéteset mond. Kérem a bírót és az ügyész, mert én utána feljelentést tettem itt ebbe a bűnös épületbe. Azt mondták, hogy nem nyomoznak, majd ha lezárul az ügy, csak a bíró tehet feljelentést. Akkor kérem a tárgyalóterembe, hogy tegyenek már a hamis tanú ellen feljelentést, azt mondják, hogy ők nem. Az ügyész meg majd még gondolkozik rajta. Így pusztítják egy nemzet jogrendjét, és nem csak a bűnöző, nem csak a politikusok meg a vidéken lévő bűnöző réteg teszi tönkre, hanem ezzel sokkal súlyosabb károkat okoznak egy nemzet jogrendjének, amit itt csinálnak, mint azok a kis piti dolgok, és ezzel nem mernek, nem meri senki ezt fókuszba tenni, nem foglalkozik vele senki, nem foglalkoznak vele, és ezt szeretnénk, hogy legalább a társadalom most már figyeljen oda, hogy amit itt művelnek, azt legalább tudatosítsuk, hogy mert mondom, önmagukon, a rendszeren belül olyan fajta cinkos összezárás van, hogy ez katasztrofális.